Hát még csak a tavasz elején járunk, de Mark Berrylinek a bevonuló zenéje egészen megidézte a nyári buli szezont. Reméljük ez a meccs is majd nagyon szórakoztató lesz. És ugye, hogyha figyelmesek voltak a kedves nézők, akkor ki lehetett hallani, hogy bizony egy magyarországi versenygyőztesről van szó. 2021-ben megnyerte a Hungarian Classicot. Bizony. Így van, úgyhogy egy nagyon-nagyon komoly versenyző Mark Berrylé, akinek azért a karrierjében is találunk már hát elég sok komoly sikert. Ugye 2000 és 2013 között a BDO-ban játszott Berrylé, és 4 világbajnokságon részt is vett, viszont egyik alkalommal sem tudott meccset nyerni. 2009-ben Simon Whitlocktól kapott ki 3-0-ra. Igen, attól a Whitlocktól, aki ugye a PDC-ben azért elég nagy karriert futott be, világbajnoki döntősről beszélünk Whitlock személyében. Tony Best-től kapott ki, Martin Phillips-től és Scotty Mitchell-től a megelőző 4 világbajnokságon Mark Berrylé. Utána pedig tett egy kitérőt a PDC világába, és 4 évig Pro Tour kártyája volt, tehát a legrangosabb versenyeken indulhatott. Ezt követően viszont elveszítette a kártyát, visszajött a VDF-be, és 2020 óta tulajdonképpen itt van, és igen, ahogy Laci mondtad, megnyert a Hungarian Classicot 2021-ben. Berrylé kezdi az első szettet, és azért mindenképpen beszéljünk az éppen dobó Rory Hansenről is. Mindenképp azért ő a kisebb név. Egyetlen VDF pontszerző verseny van a neve mellett, a Greater Vancouver Open-t nyerte meg 2020-ban. Ezzel kvalifikált. 140. De jelenleg a 17. helyen áll a VDF ranglistán. Bizony, sok azért pont járt azért a versenyért. Igen, és azért az már valami. Berrylé pedig most a 10. helyen áll aktuálisan, szóval hogyha most húzták volna meg a vonalat, akkor ő is kiemelt lehetne, csak úgy, mint Kádár László. Igen. De ugye az már december 4-én volt, amikor meghúzták azt a bizonyos vonalat. Igen, ez még a tavalyi világranglista eredmények voltak. 46. Alatta mindkettő. Egy 60-as. És így nincs kiszállón. És így nincs kiszállón Berrylé. Nem számolt. Igen. Második átcsúszott. 85. Relentless-től. Dobott, így már azért kiszállón van. És még Hansen még mindig nagyon messze van a kiszállótól. 100-as nem jó Hansennek. De nem ám. Tudja? Mégis odadom. Hát, ha ennyire biztos a tripláján van, akkor... Igen. Akkor lehet. 66. Igen. Bult akar dobni, és akkor 16 maradt volna. Hát, az nem sikerült. 27-et hagyott. 125. 65. Egy bull, kis bull. Igen, egy 25-öt. 27, nagyon gyorsan dob Berrylé. Kész. Meg is van. Így van. Övé az első leg. Berrylé úgy, Hansen úgy nyilatkozott a meccs előtt, hogy a jetlagtől nem fél, tehát át fog állni ő itt időben Kanada után, viszont a színpadtól fél. Tehát ezt kimondta a meccs előtti nyilatkozatában, hogy neki sincs ilyen tapasztalata, és biztosan izgulni fog, reméli, hogy gyorsan túlteszi magát rajta. Igen, még azon abban a fázisban, amikor még nem tetett túl magát. 41. Szektorhiba Berrylétől, harmadik pedig kiesik. 21.
Megvan az első. Nagyon jó. Ez egy egyes másodikért. És megvan a lenti tripla is. 118-at dobott. Berilinek kicsit szórnak most a nyilai. 38. A magasság az rendben volt. Igen. Az igen. Második a talál. 140. 144. Óriási hátrányban van Berilli. Látunk egy magas kiszállót. Most már nem. 104. Elég kemény dobása van. Nagyon, igen. Hansennek. Igen. Jól dob, szépen kivezeti a nyilat, jól koncentrál. Jó lesz ez. Berilli 240-en, úgyhogy készülhet a harmadik legre. Megvan a 12 és a dupla 16. Még jó? Igen. Na az hova? Az jó. 16 maradt. ...180-ra jön le Berilli. Dupla 8. Másodikra. Harmadikra. És az és benne, ez benne van. Jó lesz ez a meccs. Igen, igen, és nagyon fontos nagyon volt Hansennek, hogy meglegyen az első leg, és nem kellett magát szétizgulnia ennél a duplánál, mert igen, nagy előnyben volt. Igen. És ez azért lélektanilag fontos lehet neki. 140? 73-as átlagon van Hansen, 65-ösön Barilli. Érdemes megfigyelni, hogy Mark Berilli hosszú lyukban játszik. Ilyet se látunk. Nagyon sűrűn kevesen játszák. Kósz Tompe játszott valamikor egy holland hosszú lyukban, és úgy tudom, hogy ő. Nincs több. Igen, kérdezték, hogy nem zavarja-e a dobásban. És azt mondta, hogy már megszokta, és szereti. Pontosabban azt mondta, hogy az zavarná, ha rövid lyukban játszana. Tényleg ezt mondta. Igen, nem is próbálkozik vele. 26. Előnyben van Berilli. Igen, és ezzel Hansen behozta a lemaradását. De tud-e jönni kiszállóra? Berilli nem, 194-en ragad. Lássuk Hansent. 45, neki sincs meg. Teljesen ugyanúgy állnak, tripla 20. 134. 134. Marad a 60. Húsz dupla 20, helyett egyes, és akkor most a dupla 20. Kellett volna az a plusz egy nyíl. 131-ről ki lehet szállni, nagy dolog lenne, így már nem. De azért lejjebb kell jönni. Sokkal lejjebb. 40. Így van. Dupla 10, dupla 5. Ezt nem látjuk. Kerekített. Igen. Nem vállalta be a dupla ötöt. Ez jó döntés volt? Tehát csak két nyila volt. Hát ez, ő úgy érezte, hogy a dupla ötöt nem tudja megdobni, hanem belülről dobni. Jó, jól döntött. Még akkor is, dupla ha esetleg 20. most kiszáll. Nem száll ki. Tehát jól döntött. Lehet, hogy a jövőben lát Berilli. Nem tudjuk. De ezt most azért ki kéne dobni. Ki kell állnia. Nagyon szűk ott a hely. Nincs benne. És még volt annyi, hogy betegyen oda egy harmadik nyilat. Hansen van olyan jó játékos, ezt most már nem engedi ki. Fölé dobja. A második benne van. Igen.
És Hansen kezdheti a negyedik leget, ugye az előző egy break leg volt. 81-jel kezd. Elcsúszik a tripla ötösbe. 55. Sokkal több pénzt fizetnek a fogadóirodák Hansen győzelmére. Seresbe, de nem tagadja meg önmagát, és küldte a statisztikát nekünk, hogy Stenbergen Priscilla 20%-osan szállt ki, míg a holland... Vazlöven 13%? 13%-on. A mindenit. Köszönjük. Az mondjuk. Minden nyolcadik nyila nagyjából, igen, ami megvolt. Hansennek volt egy százasa ebben a legben. Berilli le tud jönni 300 alá. Szektorhiba. És ez csak 45. 45, nagyon kell Hansennek ez a leg, mert most kezdett ő, most van első pályán. Bizony. Berillinek jó helyen van az első nyila. Egy százas, 178, nincs kiszálló, 247-ről le lehet jönni. Egy alacsony kiszállóra, ez az. Megvan az első. A második is. 180! A legjobb pillanatban Rory Hansen. Csak 58. És 67-ről befejezheti a szettet a kanadai. 50. Dupla 16, az első szettért. Nincs meg. Nincs meg, úgyhogy... 120. Berilli, 120. Megvan az a tripla. Megvan, sima. És egy dupla. Egy szép kis Shanghai lehetett volna. Igen. Dupla 8. Megvan. És megvan! Elvette a kezdését. Bizony, Rory Hansené az első szett, úgyhogy ugye ez Berillinek volt, igen, a kezdett szette, úgyhogy a kanadai előnyben van. Mindenképpen azért ez egy kisebb meglepetés, de hát azért nem lefutott ez a meccs. Berilli pedig az első legben jól kezdett, rendben nagyon volt a játéka. Aztán nagyon sok esélyt adott Hansennek, és ő megélt vele. És a kanadai meg tényleg van olyan jó tárcos, hogy nagyon ezzel tudott is élni, igen. Nagyon jó. Átlagok még nem olyan magasak. 70 környékén vagyunk, rövid szünet és mindjárt folytatjuk. Itt vagyunk újra a Lakeside Country Clubban, ahol a harmadik meccsen az első szettet Rory Hansen nyerte Mark Berilli ellen. Kisebb meglepetésre, mert azért Berilli a magasabban rangsorolt játékos, és az idei évben a Cseh Open döntője azért az egy 2021-ben, bocsánat, az egy elég jó kis eredmény, plusz ugye idén volt egy arany kategóriájú verseny a Menszigeteken, ahol egészen a legjobb négy közé jutott, úgyhogy nem véletlenül van ott a legjobb 10 között a ranglistán. Kíváncsi vagyok nagyon a folytatásra. Komolyan, ez nagyon érdekes. Ezt a szettet Hansen kezdi, nagy előny. 16. Igen, egy kellemes 60-as elsőre. Igen. Jó kezdés. Ez egy 100. Jó tett a szünet mindkettőjüknek. Úgy néz ki, igen. 180! Berilli elég gyorsan elengedte ezt a három nyilat. Egy százas. Ez is egy százas. Gyönyörű. Nagyon-nagyon szép. 128. 98-nál jár Berilli. Ez is egy százas. 141-re teszi le magát Hansen.
78. Most számolni kell. Megvan, 60. Maradt a 20. 141. Megviccelheti Hansen Berilit. Megvan az első tripla. Jó. Megvan a második tripla. Jaj, de kár. Mekkora kiszálló lett volna 141-ről. És nagyon lazán Berili utána a dupla tizet. Nem izgult a magát halára. Most viszont ő... Elveszi Hansen kezdését. Igen. Bizony most komolyan érkezett erre a második szetre Berili. Ugye azért nincs könnyű dolga a jó játékosoknak, mert ezek az első fordulós meccsek nagyon rövidek. Tehát itt azonnal észre kell kapni. Így van. Ez tényleg nagyon nagy feszültséget okozhat. Aki ide kerül, az már bármire képes. 123. Nyilván erre kell készülni, tehát ezek ilyen hosszúságú meccsek, nincs mese, de hát ugye Martin Adamsnél is ez volt a baj, érződ, hogy jönne bele, de nem volt idő, hogy igazán belemelegedjen. Igen. Nagyon elhúzott Berili. 60. Kéne két tripla, kellene még. Annyi már nem lesz. Akkor legalább egy. Annyi se. 2.36-ra Berili. Lejön-e kiszállóra, így nehéz lesz. 155 a maradék, úgyhogy lejött kiszállóra, csak nagyon magas. Tud-e nyomást helyezni rá Hansen? Ezzel az 57-tel nem, de 155 az magas. Megvan az első 95. tripla. Az kár, hogy nem volt benne. 99-56, 240-ről nem lehet kiszállni. Jó kezdés Hansentől. Folytatás már nem az igazi. 81, 159, nincs is kiszállón. És akkor így 5 nyila van, de hát Berilinek elég egy is. Megvan a második leg. Érik a döntőszett ezen a mérkőzésen is. Igen. Kíváncsi vagyok azon, hogy kezd. Nagyon jól kezd. De még milyen jól? 140. Szuper. Mit dob rá Berili? 180! Na mi más dobna? És ez már tetszik a közönségnek is. De még mindig egy kicsit talán hiányoljuk a közönség hangját. Hát ez az első nap. De kár, hogy kiesett az ötödik nyíl. Igen. Négy megint megvolt. Igen. Száz. Azonnal dob Berili. Egy százast. A 141-en van. 206 Hansen. Neki is jól jönne egy százas. Csak 60. Jó a tripla 19. 69-el, 72-re jött le, 146. Már nem lesz kiszálló, 141. 81. Gyönyörű, 24 a maradék. Igen. Gyönyörű. 72 a szettért. 58? Igen. Bull. Nem. Nem. 40 dupla volt, 20, és onnan a 8. Igen. Nagyon fölé. Nagyon alá. Nagyon bele. Tökéletes. Körbe járta. Igen. Életben maradt Hansen a második szetben, de most Berili kezdheti a negyedik leget, és ez így nagy esély arra, hogy behúzza a szettet. 81 jelnyit. 81. Fortify.
45. Csak 45 hátsó pályáról, ez nagyon kevés. Igen. Tud-e Hansen valami nagyot dobni? Ez a százas, ez nem rossz. Százas. Nincs olyan jó helyen az az első nyíl. Le is vált. Igen, ez egy 57-es lett. Levált Hansen is. 96. És így most már jobban áll ebben a legben. Szektorhiba. Javít. Lent jött a tripla, de 195 nem kiszálló. Egy százassal már kiszálló lehet Hansen. Egy szép 160-as kiszállón. Így nagyon nem. Igen. Csak 45. Még van a tripla. Másodjára is. 75. 72-t hagyott. Gyönyörű volt. 2-15 nagyon-nagyon magas. Kellett a tripla harmadikra. Igen. 72 tehát. Nem látjuk a dobásokat. Majd kitaláljuk. Igen. Ugye majd segít nekünk a gép. 40 maradt. 120. Itt viszont ki lehet szállni. Dupla 20-szal. És éppen alá! Igen. De közel volt Hansen az egyenlítéshez. Berilli a szettért. Dupla 10. És nincs, nem meg. Sikerül! Na. Óriási esély előtt Rory Hansen. Ez jó. Az nem jó. Dupla 5. És bedobja! Szuper jó. Ez nagyon jó így. Döntőleg a második szedben. És Hansen kezd. És Hansen kezd, bizony. Igen, ezt megmondják Barilinek is. Berilli azt hitte, hogy ő kezd. Igen. Annyira nem volt most nem. Képben. Megremege Hansen keze. Nem úgy tűnik. Százas. Ez így egy korrekt kezdés. Igen. Ujj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 j
60. Haza mehet Berili az ötödik világbajnokságáról úgy, hogy nem nyer meccset. Hát, nem sokára kiderül. 55. Hansennek pedig ez az első. 3-41. Kell a tripla. És meg ott is van. 2-41. Szuper jó. Nagyon fent van Berili. Kötelező a tripla. Ott is van. Meg még egy. Kell még egy. Ó, de szerencsétlen igen. Helyzet ez. Igen. Úgyhogy 60 pont hátrányban van, és Hansen dobásai következnek. Az átcsúszott az egyesbe? Úgy látom, mind a kettő. 22. A mindenit. Ez most nagy segítség lehet. Tripla 20. Alatta. Kellene még egy. Még jó lehet, egy 140-re. Bizony, 140. 161-re jön le. Berili összeszedte magát az utolsó pillanatban. 100. Iszonyatos szerencséből, hogy betopta. Jó az első. Második nem. 99. Arra egy 19-es, úgyhogy 80 a maradék. 119. A meccsért. 119. 100. És a jó dupla a tripla. 20. És megcsinálja Hansen. Gyönyörű. Hihetetlen. Fantasztikus lélek jelenlét az utolsó pillanatokban. Rory Hansen tovább jut a második fordulóba, és nem kis meglepetésre kiejti a világranglista tizediket. Hát ez nagyon nagy meglepetés volt. 179-nél megint dobott egy a 20-as felé, de eltalálta a triplát. Ha nem találja el, akkor nem lett volna kiszállón. Ennyi múlott itt ennyi, a végén. Igen.
Rory Hansen tehát megnyeri ezt a meccset. És ott van a második körben, nem lesz könnyű dolga, mert Nick Folwell következik majd, úgyhogy, de azért nem is egy megoldhatatlan feladat, meglátjuk majd, hamarosan folytatjuk.